Sziasztok! Üdvözlünk titeket igazhamis sorozatunk második részében. Ezekben a videókban olyan állításokat mutatunk be nektek, amelyekről nem egyértelmű, hogy igazak vagy hamisak. Az első rész linkjét a leírásban megtaláljátok. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az első között szeretnétek értesülni az új videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is. Na jöjjenek azok az állítások! A kaméleonok azért változtatják a színüket, hogy beleolvadjanak a környezetükbe. Hamis. A kaméleonok valóban képesek megváltoztatni a színüket, de ezt nem azért teszik, hogy beleolvadjanak a környezetükbe. Színüket fény és hőmérséklet változás hatására változtatják, továbbá kommunikáció céljából, illetve a hangulatuk kimutatására. Több fa van a Földön, mint csillag a galaxisban. Igaz. A NASA becslései szerint a tejútrendszerben 100 milliárd és 400 milliárd közötti csillag található. Ezzel szemben tudósok szerint a Földön több mint 3 trillió fa van. Az ananászok 2 év alatt fejlődnek ki teljesen. Igaz. 18-tól 36 hónapig terjed az az időszak, amikor az ananászmagot elültetik, illetve leszüretelik. A kínai nagyfal látható a Holdról. Hamis. Az Apollo asztronautái hivatalosan megerősítették, hogy nem látszódik. A Reszkesetek Betörők című film megjelenése közelebb volt az első Holdra szálláshoz, mint a mai naphoz. Igaz. Ez egy örök klasszikus film, amelyet rengetegen megnézünk minden évben a karácsonyi időszakban. A film 1990-ben jelent meg, 21 évvel az 1969-es holdraszállás után. A film megjelenése óta 38 év telt el. Kleopátra közelebb élt a 7. Harry Potter könyv megjelenéséhez, mint a gízai piramisok megépítéséhez. Igaz. Történészek becslései szerint a gízai piramisok időszámításunk előtt 2530 körül épülhettek. Nagyjából 2461 évvel később, időszámításunk előtt 69-ben megszületett Kleopátra. A 7. Harry Potter kötet 2007-ben jelent meg, 2037 évvel Kleopátra halála után. Ha hozzáérsz egy kismadárhoz, akkor az anyja nem fog vele törődni többé. Hamis. A madarak szaglószervei valójában nem túl fejlettek, ezért nagyon kicsi az esélye annak, hogy az anyamadár megérezze a kicsinyén az emberi szagot. Ha sokszor befested a hajad, előbb fogsz őszülni. Hamis. A hajunk akkor őszül, amikor a szervezetünkben lévő melanocita sejtek, melanin és pigment termelése lelassul. Az, ha valaki festi a haját, nincs kihatással erre, viszont az életmód és a gyakori stressz annál inkább. A bikák gyűlölik a piros színt. Hamis.
A bika viadalokon látott piros palástokról gondolhattuk, hogy a színük hatására támad a bika. A valóság az, hogy a bikák színvakok. A bikák a matador palástjának mozgására reagálnak, ezt érzékelik veszélynek, és ezért támadnak. A mindenkor élő emberek 7%-a él jelenleg. Igaz. Becslések szerint 108 milliárd ember élt valaha a Földön. Ma nagyjából 7,6 milliárd ember él. Ha elvégzitek a szükséges számításokat, akkor bármilyen meglepő is, azt fogjátok kapni, hogy az állítás igaz. Ezzel a lista végére értünk. Nektek hányat sikerült eltalálnotok? Írjátok meg kommentben, és egy lájkkal jelezzétek, ha szeretnétek folytatást. Ennyi volt mára, találkozunk a következő videóban. Na, sziasztok!